A tavalyi évet tekintve azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres éven van túl a Debrecen Egyetem tartalmában is, és a gazdasági adatait tekintve is. Ugye 2015-ben vége lett egy pályázati ciklusnak, és ott lezártunk nagyon sok pályázati forrás. 2016-ban gyakorlatilag elég kevés elérhető pályázati forrás volt, emellett az egyetem mégis tudta növelni a tevékenységi körét és a bevételeit, és évvégére megjöttek azok a pályázati lehetőségek is, és források is, amiből úgy nézzük, hogy a következő 2-3-4 évet elég stabilan tudjuk végezni, és ki tudjuk egészíteni az alaptevékenységünket olyan fejlesztésekkel, ami igazából előremutat, és a Debreceni Egyetem erejét, hírnevét és jelentőségét növeli. Az idei évre egy nagyon komoly feladat a Kenézi Kórház integrációja és az egyetemi kórház státusz létrehozása, amit mi körülbelül július 1-re vizionálunk. Az első fél évben a Kenézi Kórház önálló intézményként működik, úgy, hogy a Debreceni Egyetem látja el a középirányítói feladatokat az AEK helyett. Tehát már ez az időszak is egy elég intenzív együttműködést fog jelenteni, és egy felkészülést az integrációra. Jelentőségét tekintve a néhány számot mondok. A Kenézi Kórház önmagában is az egyik legnagyobb kórháza Magyarországnak, és az egyik legjobban működő kórháza. Őt kell beintegrálnunk. A Debreceni Egyetemnek van körülbelül 6500 fős munkaügyi állományi létszám, a Kenézi Kórháznak pedig ehhez még 2600, tehát 9000 főt meghaladó közvetlen munkavállalói létszáma lesz az intézménynek. A 2015-ös mérlegfőösszegünk az 104 milliárd volt. Most úgy tűnik, hogy a 2016-os 123 milliárd körül fog alakulni, amiben nagyon sok olyan bevétel van, ami áthúzódik a következő évre és évekre is, hiszen pályázati előlegeket kaptunk. Én azt gondolom, hogy az az alap, amiről elindulunk, az a pénzállomány, amiről elindulunk, és az idei évi hozzájövő bevételek, azok abszolút stabilitást adnak az egyetem idei és jövő évi gazdálkodásának is. Ha valami ellentétes hatás nem történik, de nem várunk ilyet. Én azt gondolom, hogy a következő 2-3-4 évben nem várunk ilyet, akkor igazából a munkára koncentrálva tudunk előre haladni, és ezt kérjük a kollégáinktól is. Az egyik szerepe az, hogy ő képzi a szakembereket, mármint a Debreceni Egyetem igyekszünk minél inkább a vállalati igények szerint. A másik az, hogy az egyetem főleg a KKV szektor számára egy nagyon fontos innováció forrás, ugyanis a KKV szektora adja a magyar foglalkoztatás zömét, de kutatásfejlesztéssel nem bírnak, egyszerűen az anyagi erőforrásaik nem engedik meg, és az alapvető bajuk éppen a termelékenység, ami meg a szakember hiányból adódik. Tehát ha megfordítom a dolgot, akkor lényegében ott van az egyetemnek egy nagyon fontos szerepe, hogy a KKV szektor versenyképességét egyrészt a képzéseken, másrészt direkt az innovációs folyamatokba való bekapcsolással tudja segíteni. Ez egyébként a mostani felsőoktatási stratégia szempontjából dolga is lenne az egyetemeknek. Úgy látszik, és hát nem mi mondjuk, hanem többszörös visszajelzésekből tűnik, hogy ezen a téren a Debreceni Egyetem egy picit előbbre van, mint a magyar teljes felsőoktatás egyébként. Nagyon imponáló, amit a Debrecen Egyetem tud. Ez a rendezvény is azt bizonyítja, hogy az egyetem számára az oktatáson kívül a gazdasági élet is nagyon fontos. Az egyetem olyan méretű, hiszen Debrecen legnagyobb egyeteme, hogy nagyon komoly befolyása van már Debrecen gazdasági életére. Ha az egyetem nem lenne ezekkel a hallgatói, dolgozói létszámmal, azt hiszem Debrecen sokkal kisebb város lenne, mint most. Nem csak nagy szerepet szánunk a Debreceni Egyetemnek, hanem közösen gondolkodunk. Közös ötletelés van, közös együttműködés, hiszen a Debreceni Egyetem szerves része a városnak. Gyakorlatilag teljes szimbiózissal élünk együtt a Debreceni Egyetemmel, és akár a kisebb középtávú fejlesztési koncepciókban, a nagy hívű 2050-es fejlesztési koncepciókban is abszolút együtt gondolkodunk. Hát a tavalyi év egy óriási boom volt. 2016-ban 2200 munkahelyet jelentettünk be a városba, rengeteg betelepülő céggel, 75 milliárd működő tőke érkezik a városba, ami szintén egy közös novumunk, hiszen közösen működt együtt a város EDC nevű non-profit szervezetét, ami ugye felel azért, hogy a vállalkozásokkal és a betelepülő működő tőkével tartsa a kapcsolatot.
beiskolázás szempontjából kiemelt terület a Hajdú-Bihar megye fiatalai számára, hogy milyen lehetőséget kap a Debrecen Egyetem. A másik talán legfontosabb szempont, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy a megyében képzettséget szerzett fiatalok itt maradjanak. Ebből a szempontból nagyon fontos az egyetemnek az innovációs tevékenysége. Itt közös cégünk van együtt, a megyei önkormányzat és az egyetem, az Innova Nonprofit Gazdasági Társaságban. Éppen azt szeretnénk elérni, hogy hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy újabb vállalkozások, meglévő vállalkozásoknak az aktivitásához hozzá szeretnénk jutni, hozzá szeretnénk jutatni őket támogatásokhoz, európai uniós forrásokhoz. Egyáltalán azt végigvinni, hogy hogyan lehet azt a tudást transferálni, tehát rossz szóval, vagy közvetíteni, ami igazából megvan a Debrecen Egyetemen, de ha megnézzük mondjuk egy 30-40 kilométer lévő településen, sajnos az emberek nem tudják még azt a technológiát, hogy mit kellene csinálni, miért kell csinálni. Éppen ezért együttműködve most Berettyóújfaluban fogunk egy innovációs központot, egy inkubátorházat az önkormányzat, illetve a Debrecen Egyetem közreműködésével létrehozni, ami pont azt a célt szolgálja, hogy ami itt van, közel van, azt próbáljuk meg alkalmazni. Talán ezek a mostani megbeszélések is azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozók is érezzék azt, hogy minden megszerzett tudás csak annyit ér, hogyha ezt tovább is tudjuk adni.